Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Amit én teszek most, hogy kivetem a kártyát erre a három kérdésre. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt láthatóak a madarak, és a madarak jelentik a könnyűséget és a kommunikációt. Viszont itt vannak a közelben az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs meg. Tehát az egerek el tudják távolítani a beszélgetést. Lehet, hogy ő visszahúzódó, vár arra, hogy te jelentkezz nála, de az is lehet, hogy valamit elveszített, hiszen az egerek valamit eltávolítottak nála, vagy vannak félelmek, hogy elveszíti a munkáját, hogy lesz veszteség, vagy elveszít téged, és ezekről a félelmekről, vagy veszteségekről akar veled beszélni. És hogyan érzi magát? Újra megjelenik itt a hír, egy levél. Itt vagy telefonbeszélgetésről van szó, vagy egy személyes találkozásról, és itt lehet egy levél, egy e-mail. Tehát az a fontos, ami őt foglalkoztatja, hogy legyen újra kapcsolat köztetek. De itt megjelenik a felhő, és a felhő miatt valami átláthatatlan. Lehet, hogy ő fél attól, hogy nem válaszolsz neki, és ezért nem mer közeledni, vagy úgy gondolja, hogy ha ő jelentkezik, akkor feladja a büszkeségét. Valahogy hiányzik a kommunikáció, holott ez az ő terve, és úgy érzi, hogy újra lesz kapcsolat kettőtök között. Persze, ha megtekintem a képeket, az is lehet, hogy az egerek eltávolítják a felhőt, és akkor tisztázódni fognak a dolgok. Mit fog tenni? Ez a torony lehet egy szűkös helyzet, ahol te sem érzed jól magadat, ő sem érzi jól magát ebben a helyzetben, és ezen szeretne valamit változtatni. Itt te vagy látható, amennyiben egy hölgy vagy, és ő keresi veled a kapcsolatot. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, lehet, hogy erről akar beszámolni neked. Amennyiben ő még nős, akkor lehet ez a hír, ez a beszélgetés, hogy közli veled, hogy válófélben van, és légy még kicsit türelmes, ez a válás eltarthat fél évig, hiszen a felhő az egy időkártya is fél évet jelent. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a hold, és jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket is, de ami kettőtöket illet, a hold akkor jelenti a mély érzelmeket. Az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Lehet, hogy álmodik, vagy álmodozik rólad, vagy te álmodsz róla. Itt lehet egy telepátikus kapcsolat is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!